A Prima Primissima díjat 2003-ban alapították, az elismerés célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése. A díj 2005-től egészült ki a területi Prima díjak rendszerével, így már 10 éve szűkebb környezetünk, megyénk kiválóságait is méltó elismerésben részesítik, emlékeztetette a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke. Comba Csaba kiemelte, idén is 10 kategóriában 10 jelölt szerepel a Szabolcs-Szatmár-Beregi listán. Minden évben megyei szinten 3 jelölt kaphat Prima díjat. Sajnos mi szeretnénk minden kategóriában, de hát ez a VOSZ-nak a szabályzata, erre van meg az anyagi fedezet is. Hát. És ebben az évben a 3 díjazott mellett még egy külön díjat is ki fogunk adni. A 3 prímajelölt, vagy egy prímadíjazott, annak a díj az 1 millió forint, és a külön díj pedig 500 ezer forint lesz. Az, hogy a 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jelölt közül kik vehetik majd át az elismeréseket, november 13-án derül ki. Az ünnepség az a megyeháza Bessenyi György dísztermében, a megyei közgyűlés mindig ezzel támogatja a rendezvényünket mind a 10 évben. 13-a péntek, ezt pedig reméljük, hogy szerencsét fog hozni, ezt majdnem szándékosan választottuk ezt a dátumot, más megyék nem választották ezt, és mi úgy döntöttük, hogy megrendezzük 13-án pénteken. Az elmúlt évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dr. Karádi Zsolt irodalomtudós, dr. Bene János a József András Múzeum igazgatója és dr. Cservenyák László etnográfus a Szatmári Múzeum igazgatója vehette át a megyei prímadíjakat.